Egy átlagos nap a győri anyakönyvi hivatalban. Most még üresek ezek a székek, ahol a menyasszony és a vőlegény tanúik jelenlétében kimondják a boldogító igent, de akad olyan nap is, amikor 6-7 pár is összeköti itt az életét. Az augusztus egyébként is a legtermékenyebb hónap, ami az esküvőket illeti, az idei pedig az utóbbi 40 évből is kiemelkedik itt Győrben. Augusztus mindig is erős hónap volt, tehát meglepetés igazán nem ért bennünket, de amikor a számokat megnéztük, azért mi magunk is meglepődtünk, mert az elmúlt években mondhatni, hogy évtizedekre visszamenően az augusztus házasságkötések tekintetében a legerősebb hónap. A tavalyi években is 100-120 körül volt a házasságkötések száma augusztus hónapban. Várhatóan az eddig megkötött házasságok és az ezután kötendő bejelentett szándékok jelen pillanatban a 167 számnál tartunk, ami minket is meglepett. A különböző esküvő kiállításokon is tapasztalható, egyre többen vannak azok, akik szeretnének összeházasodni. De mi az oka annak, hogy évről évre nő a számuk, és idén különösen sok pár dönt a házasság mellett? Megállapítottuk, hogy bizony nagy hatással vannak a házasulóknak, a házasuló kedvre a kormánynak az intézkedései. Házasságkötéshez kötött, hogy a babaváró hitelt fölvegyék, úgyhogy van, aki már korábban megtette az apai elismerő nyilatkozatot, mert közös gyermeket vártak és tervezték is a házasságkötésüket a későbbiekben a gyermek megszületése után, de mégis úgy döntöttek, hogy élhessenek ezzel a lehetőséggel, inkább bejöttek az anyakönyvi hivatalba, időpontot kértek, és nagyon gyakran még a 30 napot sem kellett nekik kivárni, mert az anyakönyvi hivatal méltányolja az ilyen körülményeket. A házasulandók száma nő, ezzel szemben a házasságot kötő párok átlag életkora csökken. Ezt tapasztalják itt a győri anyakönyvi hivatalban, mondta a csoportvezető. 30-40 évvel ezelőtt, ahogy kikerültek az iskolapadból, megkötötték a házasságot, és ugye ez a 90-es meg a 2000-es évekre úgy alakult, hogy a 30-on túli fiatalok kötötték először egybe az életüket elsőként. Na most ez az időszak most változik. Én úgy látom, hogy a 30 év alatti fiatalok is bátran jönnek, tehát megfordítják, nem először gyereket vállalnak és utána házasodnak össze, hanem a házasságkötéssel kezdik, mondhatni az iskolapadból kilépve, és egyből az anyakönyvvezető elé állnak, és együtt kezdik el az életüket. Tehát mondhatom azt, hogy a 20 éves korosztály is nagy számban megjelenik előttünk. Kun Mária elmondta, már a 2020-as esztendőre is 94-en jelezték házassági szándékukat. De ne szaladjunk ennyire előre, az elmúlt 20 évben csupán 2003-ban hallotta meg a 800-at a város illetőségi területén kötött házasságok száma, ami amúgy átlagosan 6-700 körül mozog. A szakember szerint azonban idén akár újra átléphetik az álomhatárt, vagyis az ezret, amire 1990 óta nem volt példa.